az Ez itt a kérdés stúdiójában Gulyás István. Család, identitás, tolerancia. Fogalmak, amelyek alapvető értékeket fejeznek ki, és amelyek folyamatos támadás és ideológiai kisajátítás áldozatai is. De hogyan formálják a szavak a gondolkodást, és hogyan védhetjük meg szavaink jelentését, és a mögöttük meghúzódó értékeinket? Ez itt a kérdés. Kezdünk! Érkezik hozzánk Máté Zsuzsa. A Szent István Intézet igazgatója szerint az igenek és nemek helyett a talánok és esetlegek töredezettségében bolyongva keressük válaszainkat az élet nagy kérdéseire. Az alapértékeket kifejező szavak eltorzítása hamis valóságot erősít meg, háttérbe szorítva az igazit. Ezt már Pulifai Sára a hetek külügyi rovat vezetője mondja. Velünk lesz Blanko Miklós nyelvész, aki úgy látja, a nyelv nem csak tükrözi, hanem olykor teremti a valóságot. Egyes szavaink így kerülhetnek ideológiák célkeresztjébe. És csatlakozik hozzánk Frivalszki János jogfilozófus, aki úgy véli, ha engedünk a nihilista nyelvmanipulációnak, akkor többé már nem fogjuk érzékelni, hogy mit is jelent számunkra az életünk, közösségeink, hitünk és hazánk. kívánok, üdvözlöm a nézőket, és köszöntöm stúdiónk vendégeit, szervusztok, boldog új évet kívánok! Ilyen még nem volt, kezemben van a Szent István Intézetnek egy játék, Zsuzsi? Ez egy játék, ez egy memória társas játék. Egy Jó, egyik fele játszunk. magyarul, másik fele angolul. Játszunk Lehet vele egy nyelvet tanulni. Játszunk egyet. A lényeg az, hogy van egy szó, és ahhoz egy definíció. Megkérdezem, Sára, szerinted mi a család? Hát szerintem ez eléggé egyértelmű. Apa, anya, gyerekek. Nem tudnám más, hogy megfogalmazni. Nyilván ilyenkor jöhetnek olyan hangok, és mi van, hogyha valakinek nem lehet gyereke, és a többi, de alapvetően a koncepció az ez. Apa, anya és gyermekek. Ami nem apa, anya és gyermekek, az nem lehet családnak hívni. Helyes a válasz egyébként. Abszolút. Lényegében helyes. Elolvasom a pontos definíciót amit ti megadtatok, mert ugye itt arról is lesz szó, hogy most akkor kiadja meg és miért fontos. A társadalom alapsejtje, az élet szentélye, apa, anya és gyermek, gyermekek közössége. János. volt a válasz. Tökéletes volt. János, következő. Nő. Hadd kérdezzek egy kicsit vissza, hogy jó -e ez a kérdés, hogy szerintem mi? Mert ugye, mondjuk a tudományban azzal foglalkozunk, Jó, hogy a, egyáltalán jó-e az a azon... te definíciód, vagy az általad képviselt tudománynak, az általad képviselt gondolkodásnak a definíciója ebben az ügyben? Nincsen általam képviselt. Már, bocsánat, nem kekeckedni akarok <laughs> itt. A... <De> Kekecked? <laughs> <laughs> igen, igen. Tehát én, én nem tartom értelmezhetőnek azt, hogy szerintem ez a definíció, vagy pedig az általam képviselt tudomány, vagy az általam ö, vallott valóság, valóság az egy. Tehát a. a, a Amiről beszélünk, az egy létező dolog. Az a kérdés, hogy azt a létező dolgot jól írjuk-e le a fogalmainkkal, és hogy teli találat -e, a mostani tudásunk szerint. Tehát ez nagyon fontos, hogy nincs olyan tudomány szerintem, nincs olyan definíció szerintem, pláne definíciónál nincs olyan, hogy szerintem. Ö, maga a valóság van, van, ahol szinte nagyon-nagyon fixen adott a tartalma a valóságnak, ilyen a nő, amit kérdeztél, vagy a család, és vannak, ott a, vannak olyan kérések, ami véleményesebb. És ott még ott fontos az, hogy, hogy körülírjuk, és hogy egyre jobban találjunk szó, de, definíciót, vagy az adott valóság elemre. Itt viszont úgy gondolom, hogy létezik ez, akkor is, ha akarjuk, akkor is, hogyha nem, és hogyha. És ez annyira, azért erősködök ezen, mert ez számunkra is kötelező. Tehát ez, ez nem, ez nem lehet gondolkodni, ez nem változhat. Ez egy, ez egy olyan, mint amikor a, a méreg rá van írva, hogy vigyázmar, mar, életveszély, toxikus, stb. Tehát a fogalmak, a definíciók arra valók, hogy ne kelljen mindig újra fogalmazni, ne lehessen újra fogalmazni, és hogy tudjuk, hogy az olyan, ami létezik, és hogyha nem vigyázunk rá, tönkre mehet, vagy tönkre tehet minket. Egy, 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 tehát egyébként abszolút igaz, tehát én egyetértek ezzel, de ehhez képest, nem tudom, hogy ismeritek-e, vagy hallottátok-e, a Daily Wire készített egy filmet, ugye Mi, mi a nő? címmel, amiben pont ezt az egyszerű kérdést próbálta föltenni Matt Walsh, azt hiszem, hogy ő, Igen. ő csinálta a filmet mindenféle progresszív szereplőnek, és hát egészen extrém reakciók és válaszok születnek Na de metfors met tipikusan az de a De nem figura. fogsz a játékból, akkor sem, akkor sem a filozófus vagy. Mi a nő, János? Igen, megmondom őszintén, hogy próbálhatnék rá egy filozófiai fogalmat adni, de a nő számomra mint olyan nem létezik. Mert van a női principium például, és akkor bizonyos életterületeken, van számomra az anya, van a feleség, és hogy ki a feleség, az egy megismerem a, a feleségem oldalán, és ez nagyon-nagyon fontos, hogy honnan merítjük az elemeket. Tehát én leírhatom, elmondhatom, de ennek semmi értelme nincsen, hogy leírom, hogy biológiai módon, pszichológiai, stb. Pont ez a lényeg, például a nő esetében, hogy szerintem mi nagyon nem tudjuk, hogy ki. Tehát ott a megismerésnek nem csak fogalmi és nem csak kognitív szinten van nagyon sok tennivalónk a megismerés szintjén, hanem az érzelmeknek, a tapasztalatnak. Tehát, hogy ki most igazából a nő, nagyon szeretjük nézni, hogy ki volt a nő régen, így ezeket a régi kosztümös filmeket, és benestünk szeretnénk ebbe a nőbe, nagyon, és ebbe a szerepbe is, de szerintem a nő sokkal, sokkal több, és nem akarok senkinek most bocsánat nyalni, meg nem tudom mi, hanem úgy gondolom, hogy pont erről szól a család, pont erről szól a filozófia, pont erről szól az életünk, hogy mi nagyon-nagyon keveset tudunk erről és pont erről kéne beszélni, hogy azon a minimális tartalmon túl, persze, hogy két nem van, férfi és nő, és Isten így akarta, és szankció nélkül, anélkül, hogy az élet meg ne bosszulná rajtunk, hogyha az ellenkezőit valljuk, vagy gyakoroljuk, mert nem lehet büntetlenül ez, ezt a valóságot sérteni, hogy ezen túl vannak olyan-olyan is, olyan ismérvek, és ez nekem nagyon nagy kutatási feladat is, hogy milyen a nő a politikában, Én egyszer beszéltem egy Stratta Margitról de hogy, hogy, miket képes a nő belevinni az élet minden területére. Számomra ez egy komoly kutatási terület, illetve megtapasztalási dimenzió. Tulajdonképpen egy csomó dolgot elmondott abból, ami... Itt... De igen, alakul, alakul. De akkor felolvasom a Szent Kristán Intézet által megalkotott definíciót. Nőnemű személy, Isten képmása, amit te azért nagyon határozottan Mondtál fogantatásától XX kromoszómával. Tovább. Miklós, férfi. Hát akkor az Y kromoszómát most már mindenképpen beleteszem, hogyha a biológia órákra jól emlékszem vissza, és én is hasonlót mondtam volna, bár az XY kromoszómáig nem jutottam volna el, hanem addig, hogy hímnemű ember az a férfi akinek a fiút szoktuk ugye a köznyelben a kis változatára mondani, a gyermekekre úgy 18-25 hol, hogy évig, és utána pedig férfinak nevezzük. Szerintem... Annyit itt tegyünk még hozzá, hogy itt ti megjelöltek ismét az Isten képesek. Igen, igen, igen. Nem mondom, hogy hogy mondjam, tehát ez, ez egy vállaltan, már egy, egy, döntés, vagy egy, vagy egy, hogy úgy mondjam, filozófiai, vagy és tudom, világkép szerint megfogalmazott válaszok. Tehát nyilván, mondom, ezeken a fogalmakon gyakorlatilag az emberiség most már hosszú évszázadok, évezredek óta ül és gondolkozik, és ezernyi dolog fölmerülhet. Itt a kiinduló pont szerintem az érdekes, ami alapján mi ezeket próbáltuk definiálni, jól-rosszul, ezt mindenki majd eldönti maga. de majd eldöntik azok, akik játszanak vele. Vagy akik vele. játszanak vele, igen, de... De itt az alapvetés az az, hogy teremtmények vagyunk, és hogy létezik az Isten, és ebben a világképben fogalmazódtak meg, akár az igazságról szóló, akár a béke, akár a szeretett fogalmai, azok ebből levezetett magyarázattal próbáltuk legalábbis megfogalmazni őket. Mondtad a teremtményt, Gyakorlatilag azokban a tételmondatokban, amit az adás előtt megadtatok nekünk, és a, a főcímben benne vannak, azokban mindannyian utaltok arra, hogy a kimondott szónak teremtő ereje van. Hogyan teremt a szó? Azt gondolom, hogy ez egyértelmű. Hogy például, ha megnézzük a Bibliában, rögtön így kezdődik: Isten a szóval, vagy az Úr ugye az Ószövetségben a szóval teremti meg a Föld különböző dolgait, tehát itt már elkezdődik ugye a logosz, az ige, ami aztán a görög filozófiában is megjelenik, és, és ez végigkíséri, ha csak tényleg a Bibliánál maradva, végigkíséri az áldás és átok, amely szintén ugye a szó erejét mutatja, hogy önmagában egy kimondott átok, az megteremti azt a negatív környezetet, azt a klímát, ami, ami aztán beteljesülését teszi annak. és hát az áldás ennek a fordítotja, aztán az imának az ereje a különböző pozitív dolgok is, hogy ezeket is említsük. tehát egyértelműen például a Bibliában ez, ez, ez ott van ez a gondolat mondjuk úgy, hogy nyelvfilozófiai filozófiai gondolat, ami aztán végig kísér bennünket, mert érdekes, hogy a szavak születésének ugye két, útja van, az egyik az, amikor van egy gondolat, fogalom és bármilyen jelenség, és annak adunk valamilyen nevet. Tehát egyszerűen megszületik a dolog, és annak kell nevet adnunk, hogy valahogyan nevezzük, és van a fordítottja, amikor pedig a szóval teremtünk, tehát létrehozunk egy szót, és akkor az teremt meg egy fogalmat, egy gondolatot, akár egy tárgyat, és ez utóbbi az, ami mondhatjuk úgy, hogy veszélyes, hiszen, hiszen az előbbi az adja magát, az, hogy van nappal és éjszaka, és így hívjuk, az, az nem azért van, mert így nevezzük, ha nem neveznénk se, hogy akkor is, akkor is, lenne, de azok a dolgok, amelyeket viszont, amelyeknek, amelyeket a szavak által teremtünk meg, ott viszont már valóban van egy felelősség, hogy ezeket a fogalmakat hogyan használjuk, és az természetesen, hogy változnak, hogy sok mindent érthetünk ezek alatt, de mindig benne van az aktuális társadalmi helyzet, az aktuális képe egy, egy, egy országnak, egy értékrend, egy, egy világnézet is benne lehet, tehát ezért, ezért ez nagyon nehéz kérdés. Igen, tehát kimondott szó, de a logos azt is jelenti, hogy a lényege a dolgoknak, tehát az a tartalom, ami által teremtetett, tehát és nagyon nem szeretnék ilyen teológiai vagy milyen beszédbe kezdeni, hogy, hogy komolyan veszük el, hogy annak a, Kimondott szó által teremtett dolognak mi a természete? Tehát a logosz az a, a működő lényege, a kibontakozási útja, az a valója a dolgoknak. Amiből fakad a természetjog, hogy őt így kell kezelni, így kell megvédeni. Na most itt szokott lenni a probléma, hogy azt hiszük, hogy mi a, a szavainkkal önkényesen átírhatjuk a dolgokat, úgyhogy, és ez volt az eredendő bűn is. Nem hiszük, csináljuk. Csináljuk, csak mondjuk nem tudjuk, hogy mit csinálunk, mert mondjuk ugye azt mondja a sátán, hogy, hogy fogod a jót és a rosszat is tudni, mint maga Isten. És azt hiszük, hogy ez valami igen nem felelett játék, ha már itt tartunk, hogy megnyomom, jó, rossz, jó, és megtanulom, hogy mi a jó válasz, ugye az adott játék algoritmus alapján. Nem. Utána a következményei, ha azt mondjuk arra, hogy férfi nőről beszéltünk, ugye ők házaspár voltak Ádám és Éva, és hogy azt mondom, hogy a férfi férfi és a nő is nő is, Együtt ö, házasság akár meg is áldom őt, mert ugye ezt is Isten nem áldja meg, mert nem úgy teremtette. Ez, ez fontos ez az egész narráció, hogy hogy nem azért mondja végén a, a szentíró, hogy látta Isten minden jó, hogy ilyen minőség ellenőrt megnézte nem egy hibás, hanem visszatérően mondja, hogy így jó, és csak így jó, és Isten így teremtette az embert Isten képmására. Így jó nekünk. Tehát ha azt mondjuk az általa teremtett jó dologra, hogy ez nem jó, nekem meg ez jó, az ellenkezője jó, akkor megtapasztalom a a pusztító hatását, és az, akkor ezért mondja Isten azt, hogy most már ők is tudják, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem intellektuálisan, hanem következményeikben a maguk világában. Tehát ez a probléma, hogyha szavunkkal olyan dolgokat teremtünk, ami hazugság, pont mert most itt a leglényegesebb dolgokról beszélünk. Akkor ö, sa, az lesz a következő, hogy elkezdünk így gondolkodni, így cselekedni, átírni az erkölcsünket, gyakorlatilag ez folyik manapság, én ezt a történettel foglalkozom, és utána, még ne, mivel nem tudjuk elfogadni azt a pusztítás magunkban, ez az igazolás. És ugye sajnos az ember az állattal szemben erre képes. De ö, akkor ezek szerint, ez, ez csak magyarázkodás, ugye akkor, amikor újraértelmezzük a, a szavakat, vagy pedig a a, aki, aki birtokolja a nyelvet, birtokolja a szót, az birtokolja a valóságot és az igazságot is, gondoljuk mi. Mindeközben sem a valóság, sem az igazság nem biztos, hogy megjelenik abban, ahogyan most ebben a talán világban, ebben a bizonytalan világban élünk, hanem csak az uralkodni akarás jelenik meg. Én is lehet, hogy visszacsatolnék a teremtés történetéhez, nagyon-nagyon fontos igazságok jelennek ben meg benne. Ugye miután megteremtette a szavával Isten a Földet, és aztán ugye megformálta az embert is, és bele a szellemét, uralkodásra teremtette. Tehát, hogy ez egy teljesen jogos vágy az emberbe, hogy uralkodni akar, és mi szeretne uralkodni, manapság látjuk, hogy, hogy egy nagyon fontos eszköz ebben a nyelv és a szó, mert tényleg rájöttek arra, hogy ideológiákat ö, ö, tudnak úgy fűteni, és, és és meg tudnak nyerni csatákat úgy előre az emberek lelkében és ö, elméjében, hogy, hogy egyetlen fegyvernek nem kell eldörtülnie. Érdekes, hogy ha már Bibliáról beszélünk, a Jakab levélben is nagyon sok szó esik a nyelvről, hogy egy nagyon kicsiny, kicsi szerkezet, és olyan, mint, mint egy, egy, hajóban a kormánylapát. Lehet, hogy óriási a hajó, de amerre a lapát fordul, arra fordul az egész hajó. Illetve az is megjelenik, hogy, hogy az olyan, olyan veszélyes fegyver, ami az egész életünknek a folyását lángba tudja borítani. És ha most körbenézünk egy kicsit, számos nyugati országban, a progresszív oldal pontosan ezt csinálja, olyan örökértékeket borít lángba, amit remél is, hogy leégnek, és utána a romokra tudnak majd építeni egy másik valóságot. Vagy nem is azt mondanám, hogy teremteni egy másik valóságot, hanem inkább behívni. Mert ugye a szabadságunk, az ember szabadsága abban áll, hogy választhat a jó és a rossz között. Tehát gyakorlatilag így írnám le a szabadságot. Pont gondolkodtam ezen, hogyha megkérdezted volna, mi a szabadság, így írtam volna le. Az embernek van szabadsága arra, hogy miután ismeri a jót és a rosszat, válasszon, hogy melyiket követi és melyiket szolgálja. Az és ugye volt a definíció igen, Egyébként igen, lelőtted a poént, ezzel akartam befejezni, de most akkor megoldottad igen, ezt a problémát, Zsuzsi. Te írtad, hogy talán világban élünk. Igen, egy picit igen, erről, erről gondolkoztam ma is, hogy, hogy ez a postmodern világ, amiben vagyunk, ez nem képes állításokat megfogalmazni. Tehát, hogy minthogyha letettünk volna arról, hogy létezik bármiféle igazság, hanem ilyen töredékek vannak, és tulajdonképpen a fogalmaink is így elporladnak ennek mentén, mert sem igenek, sem nemek, sem feketék, sem fehérek, hanem, hanem mindennek a ezernyi árnyalata és, és, ilyen egybemosása zajlik, vagy így érzésem szerint, és ehhez még hozzájön az is, hogy ugye van egy eszetlen technológiai változás, tehát van egy generáció, akik meg már ilyen algoritmusok szerint gondolkoznak, úgy neveztem, hogy random generáció. Uh -huh. Szeretik is ezt a szót, nem tudom, akár utazom, vagy a saját Szeretni. gyerekeimet hallgatom, mindig random, random, random. És szerintem nagyon jól leírja az ő gondolkozásukat, tehát az, ahogy, ahogy, ahogy feldobálja a különböző témákat a saját buborékában, a, a, a különböző online platformokon a tartalmakat, a, a gép. Ilyen módon a gondolkozás is, akár mondjuk, hogy egy ilyen a számot meghallgat az ember, nehéz benne az összefüggéseket, vagy legalábbis az általunk dekódolható összefüggéseket felfedezni. Biztos van, csak mi már lehet, hogy nem értjük. Tehát van egy ilyen meg nem értés is, most már így a saját világunkon belül is, és közben pedig ez a széttartó, vagy ilyen szétmálló jelentés tömeg, ami mégis jelentés nélküliségé lesz, vagy nem is tudom, milyen habkönnyű valami. És hogy ez, ez, miért olyan könnyű, még arra is válaszolva, hogy egyrészt az egyértelmű persze, hogy a hatalom az miért él így a szavakkal, de az embereknek az agyában, a mentális lexikonban, ahol a szavakat őrizzük, ott van ugye egyfajta jelentés minden szóhoz, és ugye azzal élünk, vagy élnek, hogy hogy ezeknek a szavaknak kitágítják a jelentését, átformálják, elmossák, úgyhogy szinte észre sem vesszük azt. Igen, hogy ez megtörténik. Mert ugye sokkal egyszerűbb egy bejáratott szót, ami mindenkinek itt van az agyában elővenni, és picit arréptolni a határokat vagy a jelentését, mint például új szavakat teremteni, mert ugye elsőre fölmerülne az emberben, hogy hát miért kell ezeket, miért nem lehet egy új szót kitalálni, egy új hangsort, hogy ez az új jelenség, ez egy külön szóval, a szótárban majd, ha egyszer készül szótár, akkor kap egy új címszót, és az azt jelenti, hogy hanem elővenni egy, egy már meglévő szót, és ezt szinte észesen vesszük, ahogy az agyunkban átkódolódik. Ez a család, ez nagyon tetszett, mint mint példa abból a szempontból, hogy megnéztem az értelmező kézi szótárakban, hogy mit jelent, ez is érdekes, hogy nagyon sok szótár készült, aztán ugye a 60-as évektől ez elkezdett leállni, mintha ma már nem tudnánk olyan jól leírni azokat a szavainkat, tehát nagyon elavult az, amit értelmező kézi szótárként használunk, de ott például először megjelenik a család, ami előtte mindig arról szól, hogy édesapa, édesanyja, gyermeke, az, hogy szülők, és az a kö zárójelbe kerül. És ez elsőre, amikor az ember kinyitja, föl sem tűnik, de ebben milyen sok van benne, hogy a 60-as évek elején már azt mondják, hogy a család az sokszor előfordul, hogy szülőből áll egyből, és nem szülőkből. Ami természetesen ugye nem csak a vállásokkal magyarázható, ami már ekkor jelen van, hanem nyilván a világháborús és egyéb történelmi traumákkal. De az, hogy, hogy egyáltalán egy szó jelentése megváltozik, Ilyen apró mértékben hogy nem azt jelenti, hogy egy szülő van, hanem két szülő, mint mondjuk előtte évszázadokon keresztül, és persze akkor is voltak mai szóval csonka családok, de valahogy mégsem volt az általános jelentése. Ez. Na De hát ez nagyon fontos, amit mondasz, mert gyakorlatilag. A környezeti behatások a történelem is befolyásolhatja adott esetben egy, egy szónak a jelentését. Tehát miközben van a szó az önmaga a téma réma alakjában a jelentést tartalmával, mindeközben rakódik rá, mint a korom, mint József Attilánál a történelem, és újabb és újabb sávokat tesz bele. Hát igen, nagyon nem mindegy, mire használjuk a nyelvet. Hát ugye a ördögi kísértés az pont arra szól, hogy öncélúan használjuk a nyelvet, hogy átformáljuk a számunkra jót mert korábban a szó, ami teremtett, az fémelezte azt, amit Isten gondolt a dolgokról. Itt viszont elszakadta a szó, és mint hatalom működött. És a hatalom az már nem a jóra irányul, ezért az uralkodni a Földön nem is nagyon szeretem, mert inkább kormányozni a jó felé. Már pedig ez a Jézusi üzenet, hogy egy jó van, ugye az az út, nehéz, az, az, erőfeszítést igényel, az korrektséget igényel, hogy a szavaim azt fejezzék ki, ami, mert utána a cselekvésemet meghatározzák a fogalmaim. Na most az ördögnek pont, és hát mindig is ez volt a célja, hogy a, a, szót a hatalomra, az uralkodás, az önkényes manipulációra használjam föl. És most nem akarom a nominalizmus sátáninak nevezni, de nagyon jól jött a sátánnak, és gyakorlatilag azt kell, mondjam, hogy azok az extrém gondolkodók, William Ockham, az empirizmus, John Locke, David Hume, sorolhatnánk, Jeremy Bentham, meg az összes gondolkodót, mondtak fura dolgokat, mondtak bizarr dolgokat, csináltak bizarr dolgokat, például Jeremy Bentham, hogy magát hogyan kiállította ki, kipreparálva utána, hogy ott legyen, ugye mementóként mindenki, szóval fura, fura egy pasas volt, na de hogy ezek rejtve maradtak, az előfeltevések, az epistemológia az, hogy, hogy mégis mi van a mély, miről szól a megismerés, és most jön elő. Tehát Ami volt mit erodálni, amíg ott volt az isteni törvény, ott volt a természetes erkölcsi törvény, ott volt a természetjog, addig nem ért el a velejéig ez a pusztító hatás, most elért mert hát mindezek eltűntek, és sajnos megjelent a kereszténységben, illetőleg még a katolicizmusban is, hogy azt mondom, hogy elkezdek variálni a szavakkal, hogy mondjuk a, a párt meg lehet áldani, de az őket fémjelző kapcsolatukat viszont meg nem áldom meg. Hát ez tiszta nominalizmus. Nézzük, hogy miről szól. Ez a kapcsolatról szól, ugye? Isten megáldja, megáldhatok akárkit, de Isten megáldja-e. Tehát ezért fontos, hogy korrekt módon nézem meg, hogy miről szól egy ilyen homoszexuális kapcsolat, az arról szól, hogy őket bizonyos erotikus, szexuális, biológiai, érzelmi, stb. stb. kapcsolat fűzi össze. A kérdés az, hogy lesznek-e boldogok így. És azt kell mondani, hogy nem. Miközben, és itt jön a ez a másik oldal is, hogy de a jó szándékokban, hogy de meg. Akar... Erre mondják ők, bocsáss meg, János, Igen? de erre mondják ők, hogy ez relatív, hogy te mit gondolsz a boldogságról, meg a jóról. Ez... Mert van, tehát a a a ahogy közelítünk ehhez a dologhoz, azt mondjuk, hogy a, a szó jelentése az egy érték, és amiről te beszélsz, az értékek azok folyamatosan erodálódnak, eltűnnek, de már arról beszélt, hogy eltűnnek, ezáltal újra kell értelmezni ezeket a szavakat, és, és a újra kell értékelni. És akkor itt jön a következő kérdés, hogy onnantól kezdve, hogy újraértékelted és újraértelmezted a szavakat, azok lefedik -e a valóságot? Vagy mi a valóság innentől? Nem, de az, hogy a szavak azok hatalmi tényezők, az biztos. Tehát a politikailag korrekt, itt a korrektséget említette, csak onnan jutott most eszembe. A politikai a korrekt beszéd az nem más, mint egy hatalmi manipulációs eszköz. Tehát amikor beszorítod a, a szavakat, a mondjuk a közbeszédben, vagy a, a, a megjelenő, Akár politikusok, akár írók szavait egy karanténba, és azt mondod, hogy bizonyos dolgokat egyszerűen nem lehet kimondani, onnantól kezdve abszolút belenyúlsz, és a, a, legagresszívebb módon próbálsz irányítani és befolyásolni. Ez a legdurvább cenzúra. Abszolút, igen, 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 igen. Ez volt az Orwelli új beszéltől kezdve, amikor kimondottan ugye létrejött, a, vagy akár a kommunizmusban, vagy akár a, a, náci Németország meghatározott szavak. De hát ez történik most is, olyan mozaik szavak, olyan fogalmak, amik egyáltalán nem is léteztek korábban, azok ma már teljesen bevet részei a, a beszédnek, és ha megkérdőjelezed a létüket, vagy felveted, hogy nem biztos, hogy ez így rendben van, akkor onnantól kiírod magad, és egy szélsős szélsőséges térbe kerül. És, és csak számomra most egy. És igyekszem röviden elmondani. Ne zárjuk ki -e a többieket. <síns> akkor átadom a szót. Szerettem volna reflektálni a hatalomra és a, 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 a uralkodásra, mert, mert nekem nagyon bántja a fülemet az, hogy ehhez csak negatív konnotációt Igen. kötünk. Nekem nagyon bántja a fülemet azért, mert. Nekem a bibliolvasás közben, illetve a saját hitemben is az uralkodásnak egy nagyon-nagyon fontos része az, hogy ott a kertben már ott volt a gonosz. És az uralkodásba belettartozott az is, hogy annak a csábításnak, ami rosszra vinne, illetve az ő hangjának, az ő befolyásának ellenállva, ezen is uralkodok. Megjelent a felelősség. Megjelent a felelősség, és, és úgy látom, hogy manapság se veszett ez el. Tehát azok, akik, akik ismerik az igazságot, ismerik a valóságot, azok tudnak ugyanúgy uralmat és hatalmat venni a hazugság fölött, és ezek fölött a nyelvet átíró, valóságot átírni akaró folyamatok fölött, azzal, hogy ők pedig az igazság mellett állnak ki a szavaikkal, hatalommal, mert azokban a szavakban is hatalom van, és azok által a szavak által is lehet uralkodni a gonosz felett. És, 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 ezt látom, hogy, hogy ugye a Bibliában Isten a legfőbb uralkodó, ott van Jézus, aki szintén uralkodó, de az embert is ebbe a szerepbe szánta, egy, egy jó vonalon. Az, hogy, hogy egy része eltorzult, az, az tényleg igazság. De szerintem nagyon nagy felelőssége van mindenkinek, aki ismeri az igazságot, ismeri a valóságot, hogy, hogy szót emeljen mellette, és azáltal uralkodjon. A rosszon, és, és, és én úgy látom, hogy ez vezet odáig, hogy, hogy ezeket a, a deformáló romboló erőket vissza lehet szorítani, mert, mert ha az embernek nincsen látása arról, hogy, hogy igenis a jónak is van hatalma a gonoszt legyőzni vagy visszaszorítani, akkor viszont már elvesztettük a csatát. A valóság szóba jött. Nyelvfilozófiai kérdés. Ha a nyelv tükrözi a valóságot, akkor a valóságnak Valamilyen módon reagálnia kell a nyelvre is. Abban az esetben, hogyha a, a nyelv nem a valóságot tükrözi, akkor a, a valóság reagálása a nyelvre onnantól kezdve, tehát akkor on, ott jönnek a valóságok sorozatai egymás mellett. Igen, az biztos, hát az nagyon régóta tudod, hogy nyelv és gondolkodás összefügg, és oda-vissza hat rá, az, hogy hogyan beszélünk, az hat a gondolkodásunkra és az, hogy hogyan gondolkodunk, hat a nyelvünkre a struktúrában ott van, és egyébként ezért tetszett ez az uralkodás és kormányzás vita, amit kialakult, mert ez is például azt mutatja, hogy még az is tovább bonyolítja, hogy idegen nyelvről van szó, tehát ez egy fordítási kérdés is, hiszen azt azért nem mellékelte a Szentíró, hogy a magyar nyelven 2021-ben melyik szót értsük ez alatt, tehát és minden nemzet a saját képe szerint fordítja, vagyis az az egy fordító, aki elvégzi azt a munkát, tehát, tehát akár ugye ez is még újabb problémákat szülhet, hogy nagyon sok mindent ebben a globalista, multikulturalista világban is átveszünk különböző nyelvekből, és az, hogy hogyan fordítják le, hogy akkor ahogyan elkezdik elterjeszteni, és akkor még egy külön kérdés, hogy lefordítják-e, az, az már szintén más téma az mind-mind az hat arra, hogy hogyan gondolkodunk ezekről a, ezekről a szavakról és kifejezésekről. Az más kérdés, hogyha például szótárt készítenének ma, ami nyelvészetileg vagy nyelvtudományilag egy korrekt szótár, akkor tulajdonképpen azt kellene leírni, hogy a közember, tehát az átlag közbeszéd mit ért ez alatt tehát ez egy borzasztóan nehéz dolog, mert mondjuk szaklexikonokkal ellentétben ugye a, a szótárak azt írják le, amit egy átlagember ért, és nagyon kíváncsi lennék, hogy ma mit, mit írnának le a szótárkészítők egyáltalán, hogy ki tudnák ez zárni a saját ideológiai gondolkodásmódjukat, de, de hogy hogyan definiálnánk ezeket így össztársadalmilag, tehát ha a másik oldalról nézzük, és nem az ideológia felől, hogy mi azt gondoljuk, hogy ez a valóság, hanem tényleg az átlag ember, aki ezt, ezeket a szavakat használja, mit gondol annak. És azt gondolom, hogy ez az bizonyítaná például férfi, nő, család, hogy ennél a három szónál maradjak, hogy azért bármit tesz az ideológiai hatás, az átlag ember, az átlag nyelvhasználó azért még mindig egyértelműen azokat a szótári jelentéseket használja mondjuk ezeknél a szavaknál, amit akár ezelőtt jó pár évtizeddel hát, tettek. Hát volt egy kutatás, amiben megkérdezték a, a, a család jelentését, és ott uh, megkérdezettek 75 a megkérdezettek zá, 75%-a szerint, bocsánat, uh, azt mondja, hogy kilencféle család létezik. Ó, hát uh, nem tudom most ki, de? Gyere. Nem, nagyon csak, csak az... a valóság, a valóság tükrözésről. De, hát, itt azért hagyjon ki belőlem is a politológus, meg egyetemi oktatóként, hát látom, hát ugye már egy katolikus egyetemen is tömegek felállnak és kimennek, mikor ilyen témákról beszélek. Most már talán nem mindenki ismer, de, de tehát itt azért nem spontán módon gondolkodnak a tömegek ilyen kérdésekben, hanem nagyon komoly preformáció van. Ha most próbálnék ennek valami struktúrát adni, ez az Overton ablak például, hogy valaki jó szándékból akár, de nem feltétlenül, azt gondolja, hogy mondjuk a szeretetnek a kifeje, de akár vagy a szabadságot, az önrendelkezést, az egyenlőséget, a diszkriminációmentességet, a toleranciát sorolhatnám, más irányba kéne terelni. Akkor talál egy olyan gyenge pontot, a gondolkodásmódunkon, ahol már nincsenek definíciók, nincsenek fogalmak, mert nincs mögötte valóságnak lényegi eleme, nincsen dolgoknak természete, ami alól főként föl kell szabadítani az embert, mert a dolgok természete elnyom. Ugye ezek a legpejoratívabb szavak, ilyen doktrinér, meg, meg ö, teoretikus, meg, meg ö, dogmatikus, meg ilyesmi, ugye nincs igazság, ez a posztmodern a lényege. Semminek nincs természet, az embernek sincsen természete. Tehát fölvetek egy olyan lehetőséget, amikor mondjuk így lehetne értelmezni, a, a, szerelmet, vagy a házasságot, poligámia, poliamoria, homoszexuális pár, stb. stb. De extrém módon, de most nem, mert ez már hétköznapi adottság számunkra, mondjuk a kereszténységben. Fölvetem, Megtalálok egy olyan perspektívát, egy olyan értelmezési módot, ahol végül is, ha így úgy nézem meg minden, mert nem akarok veszekedést el, el tudom fogadni. És utána jön az egészen kivételes lehetőségből az, hogy tömeges igény lesz, vagy pedig gyakorlat lesz. Utána ezt, amikor már széles tömegek gondolják, mert átfogalmaztam a jelentését, hogy ez helyes, akkor megtoldja ott mondjuk valaki egy politikus, egy jogszabálya, egy bírói döntés, egy autoritással, akár most maradjunk annyiban, hogy nem keresztényi közegekben, utána az lesz a normális, és utána jönnek a, 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 azoknak a, a gondolkodási mintáknak és cselekvéseknek a szankcionálásai, aki nem így gondolják, ez Overton ablak. Transhumanizmusra is alkalmazás, stb., és a végén jön az, aki még a, annak idején a normálisra gondolta a helyesnek, az ilyen-olyan fóbnak való nevezése, titulálása, tehát aki gyűlölködik, aki beteges gondolkodású, stb. Tehát vigyázzunk, az Overton-ablaknak, ami egy teljesen egyszerű közpolitikai stratégia. Használják. Rögtön az első pontjánál kell világosan látni, hoppá, de nagyon, ez az ember számára nagyon fontos definíciónak az átértelmezése történik. Nem azért, mert ma, ha említettem a homoszexuális embereket, hogy őket val, bárki is ne szeretné, egyébként hadd tegyem hozzá, itt mindig kutatásokra van szükség. Miért van az, hogy az általam ismertek ilyen kiváló emberek? Azért, mert lehet, hogy Isten más módon én hívő vagyok, olyan kegyelmet részesíti őket, hogy feltűnő, hogy milyen gazdag, lelkületű emberek. És erről nem beszélünk, hogy igenis lehet más módon megélni nagyon gyümölcsözően a homoszexualitásukat, a leszbikusságukat, nem az, a szexuális téren. Ez is része a történetnek. Ugye ezt tudom, mondjuk, hogy keményen kizárjuk, ugye, vagy keresztények kizárják az egyházból, meg, meg életforma boldogságból zárják ki őket. Tehát az egész valóságot nézem, és azért kell rögtön az elején elkapni, hogy ami a lényegi definícióval ellentétes, akárki, akárki mondja az, az érvénytelen, az hamis, az igaztalan. Attól függ, hogy milyen disziplináról beszélünk. Akárki mondja. A autoritást nem kérdőjelezzük meg. De az az állítás, az nem helyes. Igen, itt ez rendben én... van, de itt azonnal bejön egy politikai kategória, a szólásszabadság. Miért a szólás, vélemény, értelmezés szabadság. Miért ne értelmezhetné, miért ne mondhatná? Most autoritásról beszéltem. Igen, és itt azért az értelmezés és a használat között van egy vonal, és én azért itt erre céloztam, hogy az, hogy egy szónak a jelentését definiáljuk, általában nem definiáljuk ugye a hétköznapokban a szavakat. Tehát az, hogy amikor van, akinél rákérdeznek, arra, hogy mit jelent egy szó, akkor bekapcsol a politikai korrektség, egy megfelelési kényszer, és elkezdi úgy definiálni a szót, amilyen válasz gondol, mintha egy iskolai felelet lenne. Tehát, hogy ezek nagyon csalókák, ezek a, ezek a felmérések ilyen szempontból. Én ezért vagyok egy kicsit bizakodóbb, hogyha azt nézzük meg, hogy az az ember, aki lehet, hogy kilenc jelentését felsorolja a családnak, bár én nem tudom elképzelni, hogy ez, hogy, hogy jön össze ez a szám, az a valóságban ő is csak egy vagy két jelentésben fogja azt a szót használni, amikor a hétköznapokban azt mondja, hogy együtt voltunk a családdal, az neki egy dolgot fog jelenteni, és nem rögtön a kilenc jelentés pörög végig az agyán. Ellenben, amikor megkérdezik, akkor, akkor így tesz. Tehát az egy következő fokozat, és én abban bízom ebben vagyok egy kicsit pozitív gondolkodású, hogy azért az sokkal nehezebb átírni, és talán nem is lehet átírni. Ilyen téren az emberek fejében. De itt, hogyan használnak Miklós, itt van az a bizonyos megfelelési kényszer, amikor kérdezik, akkor azonnal kilenc család lesz. Itt van a politikai korrektség, ami a megfelelési kényszernek a, a, a részét képezi. És itt van a, a világfalu, ugye az, hogy gyakorlatilag mindenféle korlátozás nélkül terjednek ezek az információk is. És a, akkor, amikor atomizált közösségek, meg közösségek voltak, ahol törvények uralkodtak, tak, kormányoztak nagyon fontos, és adott esetben a nyelvhasználat is egy ilyen törvényszerűség alapján működött, és nem lehetett arról, ugyanarról a szóról 28 féle jelentést kiszedni, az most teljesen megváltozott. És innentől kezdve őrült probléma, hogy, hogy vége láthatatlan és megállíthatatlan ez a fajta relativizmus, ami, ami a, a, a nyelv körül kialakult. Hát most itt. Tűnik. Azért én reménykedőbb vagyok ezen a téren, vagy hát igyekszem én is. De ez, én, én abban látom a legnagyobb problémát, hogy mindig is voltak nyelvújítások, mindig is változtak a, a szavaknak a különböző emberek által tartott értelmei, vagy értelmezései, Jó, Csak a, de... a zsírák és a fontos nyakorján közötti különbség azért ugye. nem ugyanaz azokkal a, Hogyne, hogy azokkal a definíció sorokkal, amik most oda, kialakulnak. Oda akartam eljutni, hogy én itt abban látom a legnagyobb problémát, hogy egy bizonyos értelmezést erőszakkal rá akarnak erőltetni mindenkire. Tehát, hogyha valaki már nem úgy gondolja, akkor az az össze, világ összes bélyegét megkapja, el A tolerancia ki, jegyében. A tolerancia jegye, jegyében, ha lenne egy egészséges diskurzus, egy egészséges vita erről, vagy, vagy hagynánk, hogy hogy vannak olyan valóságok amiket te megélsz, a saját életedbe kitalálhatsz rá egy új szót, csak azt a szót, ami az én valóságomat írja le, amit, amit én megismertem, hogy ez egy valóság, azt ne próbáld átformálni, mert akkor az én valóságomban nyújsz bele, amit szerintem nem csak az én valóságom, de vegyük úgy, hogy hogy, 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 hogy ez a kényszer, ez a, ez a verbális diktatúra ez az, amiben a legnagyobb veszélyt látom, és szerintem ez ellen, ahogy már korábban is említettem, az a megoldás, az a gyógyszer, hogy hát nagy bátorság kell hozzá, de ragaszkodni kell ahhoz, hogy az ember azt a nyelvezetet használja, amit megismert, és, és, és képviseli azt, hogy ezek mögött az a bizonyos valóság van, amit ő valóságnak megismert. Én, én még azt tartom egyébként félelmetesnek, hogy bizonyos, tehát hogy nem lehet a valóságot kimondani bizonyos helyzetekben. Nem olyan régen beszélgettem egy nagyon értelmes, kiváló egyetemi oktatóval, aki az Egyesült Államokban is tanít, és ő azt mondja, hogy valami projektmunkát végeztek, és az egyik diákjáról kellett beszélni, aki egy teljesen fekete srác volt, egy egyedüliként a tíz közül. És hogy, hogy ő ezt nem mondhatta ki, Sőt, ő ezt nem akarta kimondani, hogy amikor rá kellett volna utalni arra, hogy kiről beszél, hogy egyébként ez a fekete srác a csoportban, amiben semmi rossz nincs az ég egyedt a világon, hanem a valóságot leírja, és teljesen mindenféle ítéletmentes dolog lenne, hanem ilyen nyakka tekerten, hogy az, aki ezt a projektet csinálta, és igazából az érvei voltak érdekesek, hogy ő ezt úgy gondolja, hogy ez így helyes mert nem lehet emberekről addig állítani valamit, amíg ők magukról ezt nem állítják. Tehát, hogy ő hiába látom, hogy egyébként mondjuk rólam egy középkorú nő, hát az vagyok, igen. Tehát, hogy számomra ez nem sértő, hogyha valaki rólam azt mondja, hát ez a középkorú nő. De hogy ez szerint a gondolkodásmód szerint, és ez értelmiségi körökben, ez egy Terjedőben lévő, sőt bizonyos területeken, mondjuk az Egyesült Államok egyetemein szerintem egy abszolút elterjedt, sőt ott ugye figyelik azt, hogy ki az, aki véletlenül megsérti ezt a szabályt. Ott viszont ez nem kimondható. Ami egy látható igazság, hogy kiről beszélünk, azt, azt már nem lehet kimondani. Én igazából ezt az önkontrollt, ezt a furcsa beidőgződést, én ezt tartom nagyon veszélyesnek, mert innentől kezdve viszont ellehetetlenül az értelmes beszéd dolgokról. Tehát Igen, ez, úgy, ez, a, ez a... az empiria kritikája, tehát erről egy Lenin nevezetű <laughs> ember írta az empiria kriticizmus és materializmus című munkájában, tehát hogy nem, nem az a lényeg, hogy mit látsz, meg mit hallasz, meg mit tapasztalsz, hanem, hanem az lét örök nagy igazság, amit a párt kialakított neked. És, és itt van az óriási különbség, mert az természetes, hogy a szavaknak változik a jelentése. Nekem például itt többször ugye a szabadságot emlegettük, és feltűnt, hogy biztosan mind az öten azt mondtuk a múlt héten, hogy szabadságon vagyunk. Uh -huh. És hogyha belegondolunk abba, hogy amikor mondjuk Vörös Marti azt írta, hogy szabadság, itten hordozzák vére zászlóidat, vagy Petőfi a szabadság szerelem verset, és azt mondták volna, hogy 150 év múlva azt fogja jelenteni a szabadságon levés, hogy ül valaki a kanapén és nézi a kedvenc sorozatát orvérzésig, akkor azért az rosszul esett volna neki, és azt mondta volna, hogy ezt ezzel a szóval soha. De kialakult, egyszerűen a társadalom természetes módon kialakított egy, egy ilyen jelentés. most nekünk ez jelenti a, a szabadságnak, vagy legalábbis van egy ilyen jelentése, és nem pedig az, hogy vérünket ontjuk érte, legalábbis, hogy a szabadságot kivegyünk azért, azért jó esetben nem. Hanem azzal van a probléma, amikor ez egy kényszerről, egy felülről jött, szinte észrevétlen kényszerről jött, és én olyan tekintetben még pont ezzel a gondolattal kapcsolatban védem is az, az értelmiséget, mert az értelmiségben a, alapvetően benne van az, a, az, az talán az a naív jó indulat, mm. hogy ugye nem akarunk bántani valakit, nem akarjuk azt, hogy olyat mondjunk rá, ami neki rosszul esik. Ez önmagában ott van, és pont ezt a réteget lehet jól megcélozni. Akik, akik, akik tényleg fölveszik akkor ezt a, ezt a magatartást és onnantól kezdve belekerülnek egy ilyen, egy ilyen szorított helyzetbe, amikor valójában csak a szavakkal történő játék történik, mert például az, hogy most valakire azt mondták, hogy fogyatékos, most még azért lehet mondani, de már azért nem teljesen, hanem az, hogy fogyatékossággal élő, hát miben jelent az, az mást valakire, hogy hozzátesszük, még hosszabb is lesz, tehát ezek nagyon sokszor csak csak, csak arrébb tolnak egy, egy jelenséget, vagy egy problémát, de nem, nem megoldanak, és, és azt gondolom, hogy, hogy ez, amit, amit ez nagyon jól meg tud, meg tud, fogni, ezt a fajta megértést. Hát le, leszükítik, a, mondjuk, hogyha egy szeméről beszélünk, akkor leszükítik annak a személynek a, az egészét egy rész tulajdonságára, hogy milyen a bőrszíne, vagy milyen a szexuális, egy ember nem ebből áll, tehát hogy olyan, mintha ezekre az egyes látható részletekre koncentrálna mindenki szerintem ez ami mélyen dehumanizáló egyébként mert egy ember ennél sokkal komplexebb valóság Hát igen, szerintem ez mutatja azt, hogy, hogy a, az identitás iszonyú sérülékeny, és a, minden pillanatban attól fél mindenki, vagy attól félünk, vagy, vagy, azzal stresszeltetnek, hogy valakit sértünk, bántunk, agresszívek, sőt, ugye a másikra ott megsemmisíteni szándékozók vagyunk. Tehát mindig volt sokszor ilyen, ugye, hogy mi a sértő, mi nem, de az alapjaiban a társadalom jól működött. Tehát én úgy gondolnám, hogy mivel minden most már a publikus diskurzusban zajlik, már ha más nem a szociális ö, ö, médiában, hogy nagyon meg kéne erősíteni az egészséges párbeszéd az egészséges gondolkozás mikro- és középdimenzióinak tereit tehát a családi beszélgetéseket magamon veszem észre, hogy néha egy-egy jól eltalált szó, mert világosan másikat tisztelni szeretném, szeretni szeretném, elfogadni szeretném mindenkit az ő szexualitásában, gondolkodásmódjában, és nem azt mondom, hogy Laca, hanem megjegyzem, hogy Lacó, vagy Laci, vagy László, ugye? Mindenki a másikat szeretni-szeretni. A kérdés az, hogy ami a tudományt illeti, hogy lehet-e még az igazságról beszélni? Persze, hogy lehet, itt nincs pardon, mert hogyha az igazságról emberünk merünk beszélni, akkor végünk van. Tehát a filozófiának és az egyes társadalomtudományoknak a legfontosabb dimenziót érintően kell, muszáj beszélni, igazi szabadságharcot kell ö, folytatni azért, hogy tudjunk az embert szolgáló valóságról beszélni. Viszont van egy másik dimenzió, mindenki emberből van, a tudós is, a filozófus is, politikus, stb., hogy a, a higiénés, mentelhigiénés szempontból iszonyúan fontos, és nem szabad szóval alábecsülni ennek a szerepét, hogy beszélgessünk otthon is, és ezt nem szeretnék, hogy beszélgessünk otthon. Tehát aki csak ilyen két-három szót képes kilökni, és aki azt hiszi, hogy kitágult előtte a tér, ugye az ott a családba kiszedhető, a családon belül manipulálható, mert nem is él ott, sehol nem él, világos sincsen az ilyen, mit tudom alfa alfagenerációs gyereknek. Hihetetlen Már... fontos dolgot mondtad, hogy az identitást mondtad. Mit jelent az, az identitás? Azt, hogy gyakorlatilag valamilyen közösséghez való tartozás. Így van. Plusz családban mi, való lét. És mi az uralkodó most már? Az egyén, az ego, az önidentitás önmagamhoz viszonyítok mindent, önmagamhoz tartozom, és semmi, senki mással nem foglalkozom, amiről kezdtél beszélni. És hogy ez, ezzel állandóan foglalkozunk. Itt is nagyon érdekes a szótár, a 62-es szótár az identitás szót nem tartalmazza, csak abban az összefüggésben, hogy tudományos szó, ami azonosság volt, tehát még a tudat része nem volt, ezt ugye a pszichológia aztán később behozta, de ez is az, az nem azt jelenti, hogy akkor nem volt az embereknek identitásuk, hiszen mindig is volt emberi identitás, nem identitás, nemzet, tudat, valamiféle, még ha nem is a modern értelemben, de hungarus tudat, stb. stb. De, de ez is azt mutatja, hogy az embereket rá kényszerítették arra, hogy ezzel elkezdjenek foglalkozni, és mindenki azon, most elnézésre ezt mondom, rugózzon, hogy neki milyen az identitása a szakmájában, a nemében akár, a a politikai nézetében, és hát akár a saját országához, hazájához vonatkozóan, tehát hogy valahogy ez is így, így ki lett nyílva, és ez a sok-sok jelző oda került az identitás elé, miközben ugye mindenkitől azt azt vár, várjuk, hogy mindenki egyéni legyen, tehát most az, az annak is kell lenni, tehát emiatt egy ilyen, egy ilyen nagyon furcsa képződmény lett az identitásból, ami egyébként pont, hogy azt jelenti, hogy vala azonosság tudat, tehát azonosnak lenni egy nagyobb csoporttal, tehát valahol azt jelenti, hogy én egy kicsit az egyéniségemről lemondva tartozom egyik vagy másik kategóriába, tehát nagyon, nagyon érdekes ennek ez az oldala is, hogy, hogy, azért ezzel mostanában kezdtek el foglalkozni, ezt, ezt tényleg szótárból is láthatjuk. Hogyan említhetjük meg a nyelvet, illetve a társadalmat ezektől a a, a kisajátító törekvésektől, legyenek azok bár ideológiailag is. Hát az, ahogy figyelünk arra, hogy mit eszünk, ö, ugye mérgező dolgot ne együnk, ö, ugyanígy kell fog, ö, figyelni arra, hogy ö, mit mondunk. Most olyan dolgokat ismernék mondani, amit esetleg sokan nem örülnek nekik, hogy kik a mártirok, hősök, szentek. Ugye, tehát nagyon fontos, hogy ezeket hogyan definiálom. Ö, a, mi az, hogy személy vagy személyiség? Ugye mindenki egyéni, egyéni akar lenni az identitása, de nem beszélünk szeméről. Márpedig a személyiség, vagy az egy egyéniesség, vagy az identitás, az a személyen belül jön létre. És kik az, ki a személy, kik a személyek? Ugye nincsenek, az ember alapvető létmodusztait tagadjuk, hogy van apa, anya, fér, feleség, az ember, aki az erkölcseivel, az értelmeivel küzd, Azért, hogy integráns személy legyen, és azon belül speciális személyiség. Tehát nem beszélünk az alapvető dolgokról, és szerintem ragaszkodni kell ahhoz, amit a valóságból, mint jót megismertünk, mint emberszolgálót. Tehát legalább annyira, mint a, 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 az, hogy tudjunk aludni, és hogy mit teszünk, vagy milyen levegőt szívunk. Önvédelem. Hát engem nagyon egyébként elgondolkodhatott, amit mondtál így az identitásról, hogy hogy keressük, hogy hol van a helyünk különböző csoportokhoz képest és, és hát visszaemlékeztem arra a folyamatra is, ami ugye az én életemben is lejátszódott, hogy hogyan is találtam meg magam és, és valahol szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos folyamat és egy nagyon szükséges folyamat mindenki életében, amit nem, nem mondanék, hogy egy rossz dolog. Szerintem fontos az, hogy megtaláljuk azokat a, a, az oszlopokat az életünkben, amihez képest meg tudjuk, magunkat fog, meg tudjuk magunkat határozni, és akkor azok olyan állandó dolgok, amik remélhetőleg nem változnak, és azon belül az egyéniségünket is meg tudjuk találni. De én, én azt mondanám, hogy egy, egy, egy szélesebb táborból, egy szélesebb közösségből, egy, egy szűkebb közösség fele haladva tudja az ember megtalálni magát, és akkor ez tényleg. Szavakkal tudja folyamatosan megerősíteni. Ez ugye például keresztényként a megvallásokban is megtalálható. Ilyen érdekes, hogy nem társaságot mondtál, hanem közösséget. És azt gondolom, a tudatosságnak nagyon fontos szerepe van. Tehát a szabadság az egy borzasztó nagy terhet is ró az emberre, hogy önmaga meghatározza azt, hogy milyen szavakat használ, hogyan használja ezeket a szavakat. És éppen ennek a, erre a tudatosságra való felhívás azt gondolom, ami ami nagyon fontos, hogy, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy, hogy súlya van azoknak a szavaknak, amiket mondanak, és annak is súlya van, hogy milyen jelentésben használják azokat a szavakat, mi az, amit átvesznek, mi az, amit, mi, mi az, amit nem vesznek át, és ez mind-mind azért az egyénen múlik, az pedig, hogy az egyén felismerje, az nyilván a, a saját személyes képességeitől, tanultságától nagyon sok mindentől függ, ez az, amiben például egy, egy közszolgálati televízió segíthet, hogy felhívja a figyelmet egyáltalán, hogy esetleg elgondolkozzanak azon, hogy, hogy biztos, hogy ez a változás, ami megtörtént a fejükben egy-egy szó jelentésénél, az, az, az ő akaratukkal egyező -e? Suse? Hát nincs könnyű dolga szerintem senkinek most, mert nagyon nagy mennyiségben zúdul ránk egyfajta nézőpont ráadásul még megkeverve itt említetted, ugye a nyelvek különbözőségét egy ilyen amerikanizált masszaként, és igazi volt, én is azt mondanám, hogy az origóhoz, tehát hogy a, a, dolgoknak a valóságát kellene mindig, tehát azon kéne tartani a tekintetünket, ez egy nagyon macerás dolog, tehát az, hogy mondjuk a gyerekeinkkel kezdjünk beszélgetni, és lebontsuk egészen a végső kérdésekig, egy-egy fogalomnak mondjuk a, a mentén a, a, a szavainkat, ez, ez macerás, de ezt nem szabad feladni, mert így az ünnepeinktől kezdve minden elvész, ami egyébként ami a lényegünket adja, és egy élhető, meg, meg, meg szép, meg normális világot. Jó, akkor itt van egy, a kezemben egy kártya, és most ezt a nézőkre bízom, ezt már nem ti válaszoljátok meg, és elmondom a definíciót is, kíváncsiak vagyunk, rengetegen néznek minket a Youtube-on, kommentelnek, és kíváncsiak vagyunk, hogy mit írnak a kommentjeikben, igazság. A teremtés törvényeiből és a teremtett világ rendjéből fakadó objektív valóság. Meglátjuk, hogy mit írnak a nézők, ezt ti is meg tudjátok nézni. Köszönöm, hogy itt voltatok. Önök pedig az, ez itt a kérdést látták, műsorunkat újra megnézhetik a mediaclip.hu és a Youtube-on, valamint meghallgathatják a Spotify-on. Legközelebb hétfőn lesz ez itt a kérdés, tartsanak velünk, akkor is én kollégáim nevében is köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! thank <music> you